zarándokit. Nem, hát ezt el kéne mondani, akkor így ez annak a... Egy kis galambusra következik most. Tegnap házamon. Mondd el. Tudnék, a Rudi hozott itt egy fakó madarat. Nem ért, azt nem tudom, már nem mint a Rudinak, hanem a galambnak. Hát ez egy egyéves hím. Ez a karcsinak azon galambjai közül valók. Annak a közvetlen gyereke, amikor még annak idején, amit elmondott, hogy olyan zenéktől hozott az első galambé közül, tehát ez közvetlen annak a gyereke, de ennek itt van a testvére, és azt mindjárt mutatom. A fészek testvére ráadásul. Tehát elhozta bemutatóra. Igen. Ami tulajdonképpen a Wiener az én tőlem vitte a Károlytól származó madarak. Ez is egy fakó. Ezeket én gyűrűsztettek a lambokat, ezek eredeti én galambim. Az arendoki janzenek, a közvetlen leszármazottai. Ezek gyönyörű galambok, ezek eredeti arendoki janzen galambok. Csak már annyira beltenyésztettek, hogy már ilyen fakó színűk lett, de ezek nagyon, nagyon értékes galambok. De nagyon jó galambok. Ez nem lett rossz galamb. Ilyen galambok Magyarországon szinte nincsen senkinek. Nem lehet, biztos. Ilyen eredeti janzen galambok csak nekem vannak már. Hány darabot hozott bemutatóra? 5 darabot hoztam, még van 3 eredeti Emil Denis. Azért hozta hozzá, mert már én tényleg vettek a galambokat, és megkértem őt, hogy jön hozzám, akkor hozzá a galambokat, és lásson meg, hogy miket sikerült. Más környezetben hogy alakulnak? Igen. Kinemelni a galambokból. Ezek a galambok itt születtek nálam, de ezek igen komoly galambok. Most ezek a galambokat látni, ezek. Ha ilyen galambokkal fogunk, valaki tud versenyezni, vagy ilyen galambot tud készíteni, ez ebből nem lehet rossz galamb. Ezekből nem lehet rossz galamb. Következik egy negyedik madár. Bemutatóra. Ami nem más, mint egy kék kovácsolt. Emil Denis, ami... Emil Denis? Igen, ami... Kiért hozzá, az egy nagy betűvel rá van írva, hogy ez egy originál. Úgy csak jó lenne, hogyha erre fordítanak. Igen. Ez egy nagyon, hát ugyanolyan, mint a szülei. Uh-huh. Ezek annyira egyforma galambok, hogy ilyen kicsi, szinte úszik a kézbe. Ezért látni rajta, ez egy hosszú távú típus. Nem úgy, mint a janzenok. Ezt látni rajta itt a galambok, hogy milyen nemesek, milyen fajtán belül vannak tenyésztve, mert már nem is kül szakételem ehhez rögtön meg lehet különböztetni. Ezt itt magyaráztam, hogy galambot úgy kell tenyésztenni, hogy meg lehet különböztetni már kiskorúktól. Igen. És itt az ötödik galamb. És egy... Ez is egy kék. Én is ez egy Emil Denis szintén. Igen. Látni rajta az egyforma galambok, annyira egyformák, hogy nagyon jól vannak tartva, egészségesek, látni a galambokon, illetve egészség, szétcsattanak egészség. Hát igen, mert azért ellátsz tanáccsal azért ugye igen, hát rendszeresen. Egy Rudi az profi szinten tartsa a galambokat egész kezdettől. Kész? Nincs több? Igen, ennyi összesen. Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm.